Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, én Fekete Rita vagyok, és itt a vendégünk a stúdióban Ceglédi Zoltán politikai jellemző. Jó napot kívánok! Jó napot! Egy belpolitikai és egy külpolitikai hírt hoztam mára. A belpolitikai hír az Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos, ugyanis Róna Jégonnak a konkrétan című műsorban adott egy interjút, amely elég érdekesre sikerült, kicsit impulzívra, indulatosra is, ha lehet ezt mondani. És nagyon sok minden elhangzott benne, ami, amit külön elemezhetnénk, de azért olyan nagyon sok időnk nincsen. Például azzal a kapcsolatban, hogy mennyiben érzi magát felelősnek Orbán Viktornak a hatalomra jutásáért, vagy a NER-nek a kialakulásáért, a kétharmadért, hát ezt abszolút elutasította Gyurcsány Ferenc, illetve azt is kifejezte, hogy ő marad a politikában, akármilyen eredmény is született most június 9-én, ugyanis ők már itt vannak és dolgoznak régóta. Egy picit nekem az a kép erősödött meg Gyurcsány Ferencről, hogy ő a régi, tehát egy kicsit egy ilyen régi dolgokban gondolkodó politikus, és ami most történik, az egyfajta ilyen új dolog, mintha sokaknak új lenne. És kíváncsi vagyok, hogy egy politikai jellemző szemével ez hogyan néz ki. Hát azért nulladik pontként szerintem érdemes azt mérlegre hogy a DK számára releváns legutóbbi 24, 22 19 három választáson az általuk ö, ö, a társadalom számára, a szavazók számára kínált szereplő, az nem Gyurcsány Ferenc volt, hanem Dobrev Klára. 2019-ben debütál Dobrev Klára, mint az LP-lista vezetője, a vártnál sokkal nagyobb sikerrel, 16%-ot kaptak, négy képviselőjük lett. A 21-es miniszterelnök jelölti előválasztáson lett második, mert ugye akkor is az volt a világon a legfontosabb, hogy akkor a DK-t azt most minden áron, mert már Kizaj Péter sokkal jobb lesz, tegyék félre, nagy siker lett, de ugye 22-ben is a ö, 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 Dobrev Klára és a többiek voltak kirakadbarak, kirakatba rakva, nem Gyurcsány Ferenc reklámozták ezt az összefogást. De Gyurcsány félre, Ferenc miatt akarják félre rakni? És 24-ben, most az LP választáson is Dobrev Klára vezette az immáron közös DKMSP párbeszéd listát, és ő volt a középpontban. Ezt mindezt csak azért tartottam fontosnak leszögezni, mert nincsen meghatározva, hogy pontosan mi az elvárás Gyurcsány Ferenc felé, tehát hogy pontosan mitől mennyire vonuljon vissza. Mondjon a DK elnöki pozíciójáról? Azt gondoljuk, hogy, hogy az a probléma, hogy ő a DK-nak az elnöke? Vagy lépjen is ki a pártból? Vagy, vagy tűnjön el a nyilvánosság elől, és, és még a háttérben sem foglalkozom semmivel, ami ez, aminek a politikához köze van. Tehát, hogy ez pontosan kinek és mi az elvárása, milyen vádok és milyen teljesítmény alapján. Ugyanis én azt látom, hogy azok, akik ebben a helyzetben is a gyurcsányos DK-ra szavaznak, azok egyrészt egyértelműen ellenzékiek, kétségbe vonhatatlanul Orbán ellenes módon ellenzékiek, és ragaszkodnak egy szereplőhöz, sokkal inkább, mint egy brandhez. Tehát azért a DK sokkal inkább Gyurcsány Ferenc, mint bármi más. Tehát leginkább ő jellemzi ezt, vagy, vagy ezt, ezt, a társaságot. Innen nézve szerintem Gyurcsánynak azért van nehéz helyzete, mert nem kapott egy egyértelmű instrukciót az, azon kívül, hogy tűnjön a francba. És, és az egyébként egy, egy releváns felvetése, hogy oké, okay, és akkor utána, miatt, Tehát, oké, okay, én eltűnök, elmegyek, megírom a nagyon jó könyveket a magyar baloldalról, ugye nem így fogalmazott összödön, és utána DK-val mi lesz? Azzal a, a 3-400 ezer közötti szavazóval, akik a DKMSP párbeszéd listájára szavaztak most az LP listán, azokkal mi lesz? Tehát, hogy ő úgy menjen el, hogy előbb még azt mondja nekik, hogy ti akkor mind menjetek át Tiszához, vagy menjetek át a most létrehozandó új, de immáron szeplőtelen baloldali párthoz, amit egyébként nagyon régi MSZP-sek akarnak, ezt az teszem hozzá, mindegy, de akkor menjenek át oda, és akkor ez meg is fog történni. Van olyan emlékünk, hogy bármikor a közelmúltból, vagy az elmúlt 30 pár évből, hogy így egy az egybe, mint a pizzát, úgy házhoz lehetett rendelni a szavazót, hogy most hozzanak ki nekem 367 ezer dékást. Ez szerintem így nincsen végig gondolva. Tehát engem elemzőként mindig azt akart érdekelni, hogy mi a terv. Azon kívül, hogy gyógycsájt ismét felszólítjuk, hogy tűnjön el aminek egyébként sokkal több eleje, veleje értelme lett volna a 2010-es évek elején, amikor a DK 1 százalékon állt, amikor úgy nézett ki, hogy az MSZP tök jól megvan nélküle, amikor föl nem merült, hogy az releváns legyen, amit ő az MSZP-ből kiválva a másik kilenc országgyűlési képviselővel csinál. Az akkor még sokkal nagyobb parlamentben. Tehát ez szerintem most gond, probléma. Másfelől igen, Gyurcsány Ferencék rosszul reagáltak a Magyar Péter jelenségre. Volt egy rossz tervük, egész pontosan. És a Magyar Péter jelenség ennek a következménye is. Ugye 2022-ben, amikor Márkizaj Péter influencer barátai segítségével falnak vitte az ellenzéket, a léke arra jutott, és egyébként Bolgár György is erre biztatta őket, hogy akkor most kell előállni. Ugye Bolgár György mondta akkor most Gyurcsány Ferenc, lépjen elő, vegye a nevére az ellenzéket. És, és akkor Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy jó, akkor még mindig nem én, mondja ő, hanem a DK és Dobrev Klára lesz az, akit ajánlunk, hiszen itt jött egy kormány, megint csak Dobrev Klára vezetésével. Tehát egyszerűen, tudom megdicsérni és kritizálni őket emiatt, mert érzik ők, hogy nem Gyurcsány Ferencet kell kirakni az össztársadalmi kirakadva. A pártközössége számára fontos, de az embereknek nem őt kell kínálni, hanem Dobrev Klárát, akit hát egyrészt nem terhelőszött, Másrészt pedig tényleg elképzelhető róla, hogy ahogy egy vállalatbirodalmat, hogy egy országot, is, ahogy korábban EPA elnökként, úgy miniszterelnökként is helytába tudna vezetni. De ez az árnyék kormány ajánlat, ez nem számolt azzal, pontosabban tagadta azt a tényt, hogy tényleg van egy üvegplafon fölöttük. Ugye olyan célkitűzéseket fogalmaztak meg, hogy egy millióról, másfél millióra, ö, 20 százalékról, 20 sok százalékra tudnak föl emelkedni a támogatottságokat illetően, és mindig érződött, hogy azért a DK szavazóknak a perifériája az ö, azért ö, hízik nagyon lassan, és áll meg egy idő után, mert tényleg nem tud több szavazója lenni egy olyan ajánlatnak, aminek az epicentrum a Gyurcsány Ferenc. Ez nem nulla, ez messze nem nulla, de hogyha van egy kihívás, és ez megtörtént, hogyha nem veszik észre azt, hogy azért nagyon sok kompromisszumot jelentett ez az árnyék kormány, nem sikerült azt például megcsinálni, hogy kooptáljanak más pártokból oda. Tehát igazából az lett volna nagy húzás, hogyha az ellenzéket képesek betolni az árnyék kormányba, és nem pedig saját ö, ö, zsákjukban, egyre ügyesebb zsákjukban kotoráztak még egy mustó gézáért, hogy legyen egy berügyminiszter jelölt. És ekkor jött Magyar Péter, akivel kapcsolatban meg azt hitték, hogy ő egy ugyanolyan produkciót fog csinálni, mint Pesti László hogy itt van egy fineszes, aki neki rongyol a Fidesznek, és akkor majd ezt mindenhol lehet idézni, hogy mennyire neki ment a Fidesznek, és ez ettől majd a Fidesz szavazóinak a száma csökken, és az ellenzéki szavazók meg, ha nem is többen, de legalább elszántabbak lesznek. És itt nem ez történt. A DK későn vette észre azt, hogy miként Magyar Péter az ellenzéki sajtót is megpróbálja leépíteni, meglehetős sikerrel, hogy az ellenzéki pártoknak is neki megy. Hogy Magyar Péter közlésétől eltérően messze nem kiábrándult fideszes szavazókra hajt, hanem az aktív ellenzéki tábor próbálja átcsoportosítani, és azok az üzenetek, amiket megfogalmaz, azokra bizony rezonálni fog jó sok dk szavazó. Nem a Max szavazók, nem a gyurcsányhoz kapcsolódók, de azok, akik azért mentek a DK szavazó táborába, mert a legnagyobbnak tűnő, legnagyobbnak miért ellenzéki pártra akartak szavazni, amivel a legnagyobbat lehet odajutni Orbán Viktornak. Gyurcsány Ferencéknek ez ez, 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 volt a hiba a tervükben, és ezt próbálják most korrigálni, amikor azt mondja, hogy mostantól minden meccset lejátszanak, az egyébként erről szól, ez kellett volna korábban is. Itt a Magyar Péter üzenet, amire rezonálnak, ez a se Orbán, se Gyurcsány? Nem, ez a nagyon Orbán ellenesség, és ez a én most Orbánt meg tudom ütni. Szerintem az, az egy komoly félreértése ennek a helyzetnek, amikor a se Orbán, se Gyurcsányban látnak benne sokat. Tehát ha, 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 azt a 30 ot megpróbálnánk felosztani, amit Magyar Péter ezen a választáson elírt, akkor nekem meggyőződésem, hát nem láttam még ilyen számokat, de meggyőződésem, hogy az odaszavazók egy jó része, az harciasan ellenzéki. És a se az maximum annyiban érinti meg őket, mint üzenet, hogy gyurcsány Ferenccel nem sikerült leváltani Orbán Viktort, akkor jön valaki más. De hogyha az lenne a kérdés számukra, hogy inkább Orbán, vagy inkább Gyurcsány fejezze be a politikai pályafutást, akkor a túlnyomó többség az azt mondaná, hogy Orbán Viktorra kell leszámolni, és nem Gyurcsány Ferenc a fő problémák, megint csak ő annyiban probléma csak, hogy neki korábban ez nem sikerült. De Orbán Viktor nagyon örül egy olyan helyzetnek, ahol van egy se Orbán, se Gyurcsány opció mindaddig, amíg van az ellenzéknek egy gyurcsányos része. És ennyire úgy néz ki, hogy lesz ugyanis a választási rendszerünk úgy néz ki, hogy tényleg meg akarják azt valósítani, hogy ők senkivel nem fognak össze, még ezzel a most belevegtetett új szeplőtelen baloldali pártal sem, akkor az fog történni, hogy elindul a Fidesz, ahogy szokott, monolit tömbként, elindul a Tiszapárt, 106 helyen egyéni jelölteket állítva, és bárki, aki el akar még indulni a választásra, szintén legalább 71 egyénit állít, amivel ellenzéki szavazatokat oszt meg. Mert ugye 71 egyéni képviselő jelölt kell ahhoz, hogy országos Isten legyen. És eleve lesz a mi hazánknak. Én arra számítok, hogy eleve lesz a kétforkó kutyapárnak is, bár lehet, hogy bezsarolják őket abból, hogy most aztán már nem érjenek elindulni. Nem tudunk még arról, hogy mondjuk van a Gábor, milyen tanulságot szűnt, szűrt le ebből a választásból, de hogyha mindenkit, akit Magyar Péter ki akar nyírni, azt össze lehet terelni még egybe. MSP-vel, DK-val ugye beszéd, a párbeszéd megújulás motorja akar lenni, tehát ők külön fogják a népárti kibontakozásokat megvalósítani. De azért vannak itt még több százezer ilyen, akik, akik tudtak választani hagyományos ellenzéki pártot, ha ők is elindulnak, akár csak egy közös csónakban, az 71 egyéni képviselőjelölt, vagy akár még több, köztük olyanokkal, akik most a parlamentben úgy ülnek, hogy egyéniben nyertek. Tehát ott, ott egy tiszás összecsapásnak olyan vége nem nagyon tud lenni, hogy a tiszás így ma még is jelölt nyer. És ott a lista, ami szintén viszel szavazatokat, hát akkor nagyon nehezen lesz a kormányváltás. Márpedig Magyar Péter szavazói számára a legfontosabb üzenet, ígéret az volt, hogy Orbán Viktor megbukik. Teszem hozzá már, ugye az volt mondva, hogy Rogán a helikopterrel, a járó motorú repülővel, hogy majd az LP választás után a teljes kormány, ezek nem történtek meg, és, és lesz még itt másfél év, ahol, ahol kéne mutatni valamit, én nem arra számítanék, hogy Úrcsány Ferenc föladja, vagy akár a többiek a harcot. És legyen csak, idézőbe csak összesen 10%-nyi szavazójuk, ha úgy nincs kormányváltás. Hát kérdés, hogy érdemes-e a tiszta miatt most feladni? akár Gyurcsány akár például Vona Gábornak, ha már őt említette, mert hogy még mindig egy nagyon új dologról beszélünk, még mindig egy olyan dologról beszélünk, ami nem kristályosodott ki. A pontos üzenetek, és ezért is kérdeztem vissza az üzenetre, pontos üzenetek, vagy a programok, akár a világnézet még, még nem tiszta el mögött a párt mögött. Televe hát nem tudunk többes számot használni. Tehát Magyar Péterről beszélünk igazából, akivel mégiscsak az történt, hogy a Választás másnapján szakította szakított a barátnőjével, ezt azért merem mondani, mert erről ugye ő beszámolt egy külön érzelmes posztban, de ezt már a Balatonról tette, ahol jaktozott, lángosod, szó, lángosozott, szórakozott, azóta járt Brüsszelben, járt Stuttgartban a, a foci LB kapcsán, nemrég... Lisszabonból posztult, névnapot ünnepelve, egyszer egy ismert alkalommal jött haza Magyarországra, az az Ötkert nevű szórakozóáján történt incidensnek az alkalma. Tehát, hogy egyelőre nem látom azt a vehemenciát, amivel a kampányt, ha tetszik, egy levegővel végigcsinálta, miközben itt óriási feladat lenne. Tehát lehet azt mondani, hogy mindenki takarodjon, de ez azt is jelenti, hogy akkor minden helyi alapszervezet is szűnjön meg? Ez azt jelenti, hogy akkor, akkor mindenki úgy takarodjon, hogy majd annak a helyére be tud menni a Tisza? Van ennyi ember? Van, ennyi, van ilyen infrastruktúra? Hol volt ez eddig is? És kitől lesz pontosan? Tehát azért nekem ezt illetően vannak kérdéseim. Mindig a hekként természetesen a dolog egy darabig működhet. Az erre kész közönyi be tudják mérni, hogy nagyon sok szavazó van. De azért az LP kampányban nem kellett helyben csinálni semmit. Egy országjárás volt, az fontos, de nem kellett helyben megszervezni 106 egyéni jelöltnek a kampányát, ami 106 hiba lehetőség. Azért most is azt látjuk, hogy nagyon-nagyon eldugtak, letiltottak minden más szereplőt, aki nem magyar Péter, megint csak másfél évig ez nem fog menni. Lesz itt, egy, lesz itt egy bizonyítvány arról, hogy mit csinál a közgyűlésben a tisztiszás. Lesz itt egy nagyon egyértelmű helyzet, hogy mit szavaz meg a 7LP képviselő, és utána már nagyon nehéz lesz azt mondani, bár meg fogják próbálni, meg fogja mondja Péter próbálni, ez nem is úgy van, tehát hogy az igen szavazata az igazából nem. Ez, 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 egy teljesen más megközelítést igényel, mint hogy ez a villámkampány zajlott. Gyorsan akkor az ígért külpolitikai témát is hozom, bár nyilván tudnánk még erről beszélgetni mm. egy darabig. A Trump és Biden vita után Bidennel kapcsolatban a, egy friss felmérés szerint a regisztrált demokrata szavazók 72%-a véli úgy, hogy nem alkalmas az elnöki betöltésére a következő években, sem mentális, sem a kognitív egészségi állapotát tekintve. Viszont a Biden család úgy döntött sajtóhírek szerint, hogy joe folytatnia kell, így szól a cikk, azért is olvastam föl így, Valóban elhisszük azt, egy kicsit most ez lehető meredek kérdés, hogy Joe Biden rokonsága az, aki versenyben tartja az elnököt? Hű, én az előzővel is, én az első résszel is nagyon skeptikus vagyok. Tehát, hogy a valóság tagadásnak milyen foka az, hogy folyamatosan láttuk, hogy Joe Biden hogyan szerepel. Most tegyük félre a kormányzati döntéseket, mert ez általában egy kollektív munka, testületek, közösségek, szakértők sora, az, aki ebben mind részt vesz, delegálnak döntéseket, stb. stb., mely kormányzást egyébként sokan tartanak sikeresnek. Ott válik el először egyébként, tehát ott nyílik az hogy a klasszikus idézzek, hogy az, amit Joe Biden mutat, meg az, amit a Joe Biden adminisztráció csinál, az két teljesen különböző megítélésű dolog. Joe Bidenről ugyanilyen felvételeket láttunk, mint ez a vita az elmúlt fél évben, egy évben, másfél évben, két évben, és az a drasztikus egyébként, hogyha megnézzük az első alelnök jelölti vitákat, mikor még Obama indult elnöknek. Látunk egy teljesen másik Joe Biden-t 12 évvel ezelőttről. Teljesen másikat. Tehát, hogy, hogy azért egyértelműen van bárki, aki az Egyesült Államokban él, és követi a politikát. És most ez a vita megütötte. Az nem tudom, hogy korábban mit nézett. Hogy tudta megmagyarázni magának, hogy ez a nagyon szerencsétlen állapotban lévő úr, ez egyébként rendben van. Tehát ezt egész egyszerűen nem tudom hova tenni. Ez a, a, ahhoz hasonló egyébként egy ö, idősebb pszichológus ismerősön mesélte, hogy ö, hogy a, a 80-as évek végén nekik kivoltad, hogy nem szabad semmit mondani arról, hogy, hogy, hogy Kádár János milyen állapotban van. Tehát, hogy egy beszélgetés során, mivel ő szakember, nem szabad visszaigazolni a legegyértelműbb szimptomákat, semmit látnak. Itt én nem tudom, mi történt, hogy most ennyire meglepődnek és megijednek. Talán a relatív ö, ö, riadalom az, amit lehet jelenső, hogy nem csak hogy Joe Biden rosszul szerepelt, hanem Trump a várakozásokhoz képest jól. Tehát, hogy sokkal fókuszáltabb volt, sokkal visszafogottabb volt, nem lehetett egy-két olyan elemet kiemelni ebből a vitából, amivel az egészet eldönti, hogy na, de Trump itt azt mondta, innentől kezdve, sőt, hát a kedvencem az volt, amikor ugye azt lehetett tudni, hogy az úgymond legerősebb érve Joe Bidennek az abortusz kérdésében lesz. Azt lehetett várni, hogy itt aztán ismeri az amerikai közöny állapotát, itt majd ő nagyon frankó lesz. És mit csinál? Elkezd beszélni arról, hogy de egyébként az abortuszok kapcsán gondoljunk arra, hogyha az illegális migránsok követnek el nem ilyen erőszakot. És Trump mondja, igen, jó, hogy szóba hozta a migrációt, mert akkor beszéljünk erről, ami viszont ugye a legerősebb témája neki. És, és, tényleg az a helyzet, hogy ez a, ez a, ez a vita, ha megijesztette a demokrata közvéleményt, akkor az azért lehet, mert láttak egy Trumpot, aki nyerhet. Azt végig tudták, hogy van egy Joe Biden, szerintem akivel rengeteg gond van, de a különbség ijeszthette meg őket a tekintetben. A család kérdéséről szólva, én itt egy kommunikációs megfejtéssel tudok jönni, az lehet tudni, hogy Joe Biden az nagy hatással van a férjére, egy csomó kérdésben kikéri a véleményét. Szerintem ö, azzal akarják Biden pozíciót megerősíteni, hogy, ö, hogy cselekvőnek, döntéshozónak mutatják be, akár ebben a kérdésben is, mert hogyha visszalép, akkor mondhatja azt, hogy ő döntött így. Ö, még utoljára a, a, a visszalépést megelőzően, ha lesz visszalépés, akkor még megpróbálkoznak azzal, hogy, na de akik őt nagyon közelről ismerik, azok is azt mondják, hogy maradjon versenyben, de Joe Biden az már akár fel is áldozná magát, de aki igazán tudja, hogy milyen ez az ember, az azt mondja, hogy igen, menj és csináld. Mondom, én csak ezt a részét látom ebbe, önmagában az a tény, hogy ezt közölték velünk, az azt jelzi, hogy ez, ez téma, erről gondolkodás van. Egy amerikai szakértővel beszéltem itt a vita után, és ő azt mondta, hogy sokan Amerikában egyébként nem hitték el, hogy ilyen állapotban van az elnök, mert rossz indulatú összevágásokra gyanakodtak ez a alapján a videók alapján, amelyek ugye keringtek róla, és most élő adásban látták személyesen azt, hogy milyen állapotban van. Ez most csak zárójelben jegyzem meg. Már csak azért is, mert a Lakmus magyar oldala foglalkozik egyébként ezzel a kérdéssel. Szerintük a légi bemutatóról elkóborló, vagy a színpadon lefagyó Biden elnököt ábrázoló videók nem szerkesztettek, de manipulatívak, ma manipulatívan vágták ki őket, a magyar kormány közeli sajtóban is gyorsan terjedtek az elnök jelölti vita előtt, az amerikai nyilvánosságból átvett, hát csípféknek nevezik ezeket. Tehát, hogy olyan rosszindulatú összevágások, amelyek azt akarják elhitetni velünk, hogy Biden nem alkalmas Jó. a kormányzásra. Most ezt azért hoztam ide, mert hogy belevág a témában alakúzni beszéljünk akkor csak az egyik videóról, amikor ugye egy ejtőernyős leszáll az állam és kormányfő Olaszországban, Georgia Meloni házigazda, és ott azt látjuk, hogy az ejtőernyős leszáll, mindenki egy irányba néz, uh, Brissi Sunáktól Melóninál egészen uh, Trudeauig, uh, míg Joe Biden lefordul tőlük, és kimegy a képből. Valóban egyébként, ha jól értem, akkor ő azt mutatja ilyen dupla okéval okay valami más szereplőknek, hogy milyen frankó volt a nem tudom micsoda. De azt látjuk mindeközben, most, most ez ilyen hülyén nézködj, elnarrálok egy videót, nézzék majd meg utána, hogy a többi politikus, a többi vezető a zavartan próbál fölzárkózni hozzá, így egymást kikerülve, hogy úgy nézzen ki, mint a karéba lennének, végül melóni, aki egyrészt házigazda, másrészt a legtalpra esettebb közülük, ő megy oda és fordítja vissza. Karjánál fogva az elnököt, hogy de most akkor ezt a, ezt a zászlóval érkező Ejtőnyus nézetet, hogy nem a saját reakciójunkat kell itt kétségbe vonni, nézzük meg azokat, akik ott vannak a felvételen. És mondom persze, manipulatív összevágások történnek, ugye ez a csípfék, ez azt jelenteni, hogy nem digitálisan ö, 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 módosítok valamit, hanem, hanem más módon, ha úgy tetszik, hamisítom meg, nincs ott a vége a mondatnak, vagy jelen esetben nincs ott az a rész, amikor. De hát azért én el tudnám mondani ennek a másik felét is, mert amikor ez a videó megnéztem, hogy más hogy mondjam, a demokratákkal szívélyesen viselkedő sajtófületek hogyan számoltak be erről a helyzetről, és ők viszont meg azt vágták ki, amikor Joe Biden elkóborol. És azért legyünk őszinték, tehát hogy Elhihetti az ember azt, hogy van az egyik, meg van a másik, meg a, van a harmadik olyan eset, amikor csak a média manipulált valamit, azért, amit a médiának a, a republikánusokat kedvelő, vagy a Joe Biden bármilyen szempontból kritikusan kezelő része manipulált valamit, de hát itt van egy tényleg egy hosszú ideje, egyértelmű irányba mutató helyzet. Hasonlítsuk össze a, a, a legegyszerűbben összerakható azonos elemeket. Joe Biden hogyan beszél és mit mond ma, és mit mondott, és hogyan beszél 12 éve. Nagyon szépen köszönöm. Ceglédi Zoltán politikai jellemző volt a vendégünk.